ezt a nagyapám építette körülbelül 150 évvel ezelőtt. A harsonával úgy kapcsolódik a dolog, hogy gyerekkoromban én szerettem a padláson matatni. És egyszer csak, mit tesz Isten, találtam egy harsonát. Ami azért nem volt véletlen, természetesen, mert fiatal korban édesapám és az öccse muzsikáltak. És volt egy zenekaruk is, egy ilyen úgynevezett szalonzenekar, és akkor bálokat itt Mátyásföldön, a kaszinóban, meg a teniszklubban játszottak. Úgyhogy aztán én ezt így gyerekfejjel megtaláltam. Amikor megszólaltattam a harsonát, akkor egyszer csak hazajött, azt mondja, ki harsonázott. Hát mondom, én próbálkoztam. Na akkor fiacskám, neked lehet, hogy ezt kéne csinálni. A kezdetben, amikor még az Verespálnéba jártam, akkor úgy volt, mindig utána volt a harsonaórám kőbányám, és hát vittem magammal a hangszert. És hát persze akkor még nem ilyen modern tokokban volt, hanem ilyen formatokban. És hát persze, hogy cikiztek engem az iskolában. Mi van ebbe? És akkor mindig mondtam nekik, hogy óriás kígyó, kinyissam! Szerencsés voltam, mert elég korán, még zeneakadémista koromban bekerültem a rádiózenekarba, pontosan 1972. február 1-én. A zenekarnak a fő profilja abban az időben tényleg az volt, hogy a kortárs zenéket vegyük föl, propagáljuk, lemezt csinálunk belőle, rádiófelvételeket, és hát ebben a közegben ismerhettem meg ott a zeneszerzőket. Fejembe vettem, hogy én megpróbálom ezt, mint szóló hangszert is, hát népszerűsíteni. És akkor így jött ez tulajdonképpen létre, hogy a zeneszerzőket kértem, kifejezetten kértem, hogy komponáljak számomra. És hát így alakult ki egy elég jó és egy elég szép nagy repertoár, amit már kifejezetten a szerzők nekem írtak. Akkor közel 30 éve már, hogy tanítok a Zeneakadémián is, és hát ez egy másik nagy örömöm a játék mellett. Hála Istennek nagyon sok növendéken volt már, akik sikeresek lettek szerte a világban, és hát jó velük együtt lenni most is, talán ez fiatalít. A zenekarnak köszönhetek nagyon sok mindent, hogy én szólista lehettem, és a zenekar kísérhetett, úgyhogy tényleg egy elég komoly repertoárt játszhattam a zenekarral koncerten is, ugye a Zeneakadémián is, meg a rádióban is, hát közel 450 perc zeném van a rádióban, ami azért elég jelentős. Ugyanígy a Részvós Együttesnek, ugyanígy a Harsonakvártetnak, tehát ez a három vonal, ez tényleg egy ilyen, hogy mondjam, szóval ez egy ilyen elég jó kis alap ahhoz, hogy ebből lehet táplálkozni. Talán a hang az elkopik, meg elmúlik, de a mű, amit leírnak, hogy az megmarad. És hát ez azért nagy érték, én úgy gondolom. Főleg a mi esetünkben ugye a harsonás irodalom, mivel nem volt túl gazdag, én azt hiszem, hogy ezzel járulhattam hozzá, hogy egy kicsit ezt a repertoárt bővítettük. Néha nagyon jó csöndben lenni, és hát mivel ebben a régi házban élek, azért itt van csönd. Amikor már a madarak is, macskák is, kutyák is mind elhallgatnak, már a busz se jár, ugye itt a főúton, hallgatom a csendet. Érdekes módon mindig az szokott eszembe jutni, hogy amit Hidas Frigyes is mondott, hogy amikor a szünetet leírja, az is zene. Tehát a csönd is zene. És ez néha így van, valóban.